Két vesztes mérkőzés után fogadta a Kaposvárt a Nyíregyháza, amelynek egyik kulcsjátékosa, Ritis Pipirász a bemelegítés után jelezte, hogy sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot. Az első negyedet 3 ponttal a vendégek nyerték, a második 10 perc 1 ponttal a hazaiaké lett. A térfélcserét követően 3 triplával ellépett a Kaposvár, majd 10 pont fölé nőtt a különbség. A negyed végére felzárkóztak a Cápák, sőt a záró játékrész elején utól is érték ellenfelüket. A vezetést azonban nem tudta átvenni a Nyíregyháza, a vendégek ismét kiépítettek egy kisebb előnyt, amit meg is tartottak a mérkőzés végéig. A hazaiak vezetőedzője feszült hangulatban értékelt a mérkőzést követően. Először a kosárlabdáról beszélek. A srácok mindent megtettek, a legjobbjukat nyújtották 40 percen át. Ritis Pipirász nélkül játszottunk, már pedig ő fontos hiányzónk volt. Fejlődnünk kell abban, hogy hazai pályán jobb százalékban kell dobnunk a büntetőt, és ma sok hármast is kihagytunk. Minden statisztikai mutatóban egyenlőek voltunk a Kaposvárral, vagy még jobbak is voltunk, de volt ma 3 ember a pályán, akik nagyon rossz munkát végeztek. Ennek hangot kell adnom. A játékvezetők az első félidőben borzasztó helyzetbe hoztak minket. 4 technikait kaptunk a meccsen, egyet például úgy, hogy dobás közben a játékosom aláugrott a védője. Ez sportszerűtlen is lehetett volna, erre az én játékosom kapott technikait. Nagyon könnyű síppal fújták ránk a faltokat is, egy fontos blokkot is szabálytalannak láttak, míg mi az első félidőben szinte semmilyen ítéletet nem kaptunk meg. A szövetségnek tennie kell ezzel valamit. Mi itt napról napra küzdünk, és a játékvezetők elpusztítanak minket. Biztos vagyok benne, hogy ha 5-5 ellen játszunk, megnyerjük ezt a meccset. A kaposvárjaknak gratulálok, ezeket egyáltalán nem ellenük mondtam. A vendégek vezetőedzője szerint a második félidőre feljavult játékuknak köszönhetik a győzelmet. Mindkét csapat számára nagyon fontos volt a meccs, hogy milyen irányba indul el tulajdonképpen. Nagyon azt mondom, hogy az első félidőben nagyon idegesen játszottunk. Nem ment úgy, ahogy a labda, hogy kellett, sok eladott labdánk volt, és nem dobtunk egyetlen egy 3 pontot sem. A második időben fordult a kocka, hogy az első félidőben 11 eladott labdánk volt, a másodikban csak 3. Meg kintről is hála Isten betaláltunk, és ebből tudtunk egy kis előnyt kovácsolni, amit aztán majdnem el is engedtünk, mert visszajött a Nyíregyháza a meccsbe. Gratulálok a fiúknak, ez egy rettentő fontos győzelem volt, sokan nem is gondolnák, hogy mennyire, és a Nyíregyházaknak is sok sikert kívánok a továbbiakban. Én azt gondolom, hogy így a Pipirász nélkül, illetve a Perinek is fault gondja volt, szerintem a magyarok jól játszottak. A forduló másik 2 mérkőzésének eredménye a következő, Budapesti Honvéd Oroszlány 67-73 és atomerőműese Szeged 87-70. Az alsóházi tabella élén az atomerőműese áll 11 ponttal, megelőzve a 10 pontos Oroszlányt. A 4 ponttal 6. Nyíregyháza vasárnap 19 órai kezdettel a Budapesti Honvédot fogadja a Continental Arénában.